Oh yeah, sziasztok! A csöcsös Amazon kalandok folytatódnak a Conan Exiles-ba, és szereztem egy tánci-tánci embert közben, és ha minden jól megy, itt pedig egy nagyon ügyes fegyverkovács készül, vagy hát tapossa a malmot. És én nekem meg olyan bedesz páncélom van, hogy ihaj csuhajja. Igen, ez nálam a csöcs stream. Nem érdekes, hogy fiú vagyok, de megoldottam, látjátok. Tehát, hogy így a nemekre való tekintet nélkül. Abszolút gender pozitív. Jó hangosra is vettem a játékot, úgyhogy minden apró kis szusszanatot, nyögést, azt hallani fogtok. Hú, az egy olyan ropja. Na, ez most egy ilyen késői stream lett, mert elég sok dolgunk volt a mai nap, és csak most jutottam el idáig. De tényleg, tehát, hogy így kb. 5 perce tettem le a porszívót a kezemből, mert holnap vendégek jönnek, és ezért meg holnap ezért lesz későn a stream, de lesz. Valami, mint hogyha légiriadót hallani. Nem. Na, a projekt, hogy kellene egy alkimista nekem, mert attól leszek én boldog, de még mielőtt ezt így meglépném, szeretném tudni, hogy mi kell az, hogy ezt megjavítsam. More iron bar, ehhez pedig plant fiber. Jó. Hol is tartom én ezt a szutyadékot? Plant fiber. Nem. Igen, tehát, hogy amire rá kellett jönnöm ennek a játéknak a kapcsán, hogy egyedül nagyon lassú. De tényleg, ez mi? Jó. Igazándiból a csajnak tetszik, ahogy az így produkálja magát, vagy hát a karakternek, mert jól érzi magát tőle. Jaj, meg lett egy ilyen kis inasom, aki így nézi a kezét a vászon előtt. Nagyon lelkes. Na, de egyébként, szóval, na. Szóval, én ezért nagyon örülök, hogy csaj karaktert indítottam, mert most nézzétek meg, tehát, hogy én ezt kell, hogy bámuljam órákon keresztül, amíg játszom a játékkal. Ezt! És azért, valljuk be őszintén, hogy tehát egy idő után egy abszolút érzéketlen lesz rá az ember, de azért mégiscsak kellemes. Valljuk be. Legalábbis egy férfi szemmel ezt tudom mondani. A hölgyek nevében nem nyilatkozom. Ja, meg rájöttem, hogy hogyan kell komposztot csinálni, és valószínűleg innen fogok én itt most kivenni pár cuccot. Azt mondja, hogy repair, plant fiber, jó. Csak hogy nehogy az legyen, mint a múltkor. Isti, köszönöm szépen a 6 hónapot! Jesus, 6 hónap! Nagyon király vagy, köszönöm szépen, és remélem, hogy még sokáig fogod élvezni itt a társaságomat, virtuálisan. Ha meg nem élvezed, akkor már vagy nem streamelek, vagy nem iratkoztál föl. Tehát ez a... Ja, repül az idő. Kétségtelen. Mi kell nekem? Iron bar, meg fa, amivel itt égethetnékem támad. Split. Jó, ez lesz itt a haditer. Egy baj van ezzel a gúnyával, az pedig hatalmas nagy, hogy konkrétan iszonyat nehéz. Tehát úgy le vagyok terhelve, hogy meg se bírok nyikkanni benne, és ez nem jó annyira. Igen, elefántot is öltem, és lehet, hogy még fogunk azt ma is. Jó, szerintem ezzel még bírunk egy picit, de azért a biztonságot, igen, dupla kemencében már élvezetes itt bármit csinálni. Zoli, semmiről nem maradtál le, mert körülbelül 5 perce se kezdtem el a streamet, úgyhogy enjoy! Na, most ilyen paraszba tolom. Nagyon, figyeljétek. Nagyon paraszba fogom tolni. Tegnap egyébként még egy kicsit játszottam, és nem tudom, hogy sikerült, de valahogy megoldottam, hogy a HP-m olyan szinten regenerálódjon, hogy így nem tudtak megölni. Most ez nem nincsen, mert azóta már kiléptem, és így lereszetáltak dolgok, de hogy ez így nem tudom mi. Tehát, hogy vagy bug volt. Tehát igen, tehát így iszonyat bugok vannak még mindig a játékban, és ez így furi. Nagyon furi.
Na majd mindjárt megcsinálom az én kis haditervemet. Menő lett a 6 hónapos élvény. Köszi! Én nem gondoltam volna, hogy tetszeni fog, de örülök neki, na! Slave Master. Hello, te ki vagy? Armorer, olyanom már van. Te ke... Medicine Man. Te kell lesz nekem. Na, szóval vannak bugok! Azok meg ott el vannak, ahogy nézem. Ott a háttérben, igen, ott bulika van. Oké, azokat szétverik az egészet, addig én viszem a... Az ember, akiért jöttem, eltűnt. Mi a retek? És ezt nem először csinálja velem. Hú, de van olyan harci festésem. Vagy. Ez is az Armorer. Hova a rossebbe tűnt ez az jó ember? De ezt miért csináljátok velem? Honnan a retekből fogok én szerezni egy alkimistát? Pedig azt kéne... Taskmaster. Jó, akkor viszem a Taskmaster. Megrúgnak. Ez meg egy íjász. Ne is zavartassátok magatokat, gyerekek! Tehát, hogy így... Ez a része a játéknak egy instance. Tehát egy insta, gyakorlatilag. Na most... Amit látjátok, nem működik túlságosan jól. Nem tudom, hogy online környezetben is produkál-e ilyesmit a játék, de ez azért eléggé csúnya. Oké, megyek is. Jó, nem tudom, mi történt, de viszem. Tehát, hogy konkrétan ez egy vicc. Ez egy rossz vicc, ami itt most megtörténik. De működik. A másik dolog továbbra is abban keresendő, ami nagyon nagy problémám, hogy eszméletlenül grindfest a játék, ami egy online szerveren érthető. De egy single player szerveren balanszolhattak volna egy picit rajta, hogy ne ilyen grindfest legyen, vagy legyen lehetőség beállítani a szervert. Szia, Nai! A harmadik nagy problémám, ez már talán a legkisebb, de hogy miért nem lehet ezeket a nyomorult embereket, akik itt vannak, mondjuk így csapatba verve mögém, tenni. Tehát, hogy csak egy ember tud követni engem, és ez annyira, de annyira rossz. Tehát, hogy így ezek miatt azt kell, hogy mondjam, hogy a Conan Exile az továbbra is egy kvázi Early Access játék. És ehhez kéne az alkimista, ehhez a szarhoz. Mert nem tudom, hogy csináljam. By the way, ha valaki be akar csatlakozni a szerveremre, szóljon, ha megvan neki a játék. Behívjuk Steamen. Pedig kellene ez a szutyok, mert itt tudnék acélt csinálni konkrétan. De ez csak az alkimista mester tudja megcsinálni. Hogy várj csak... Várjunk csak egy pillanatra. Lehet, hogy kéne hozzá üzemanyag? Hát megnézzük. Mi történik, ha én ide rakom ezt? És működik. Ő, de még milyen lassan működik, úristen. Na, el kell mennem fire, nagyon sok fire. Én porondmester botom van most konkrétan. Na, remélem, hogy a Taskmaster hamar letekeri. Még ebbe a streambe, mert akkor utána a rabszolga tartásban nagyon, nagyon erőre fogunk kapni. Aztán el kell mennem amúgy is vízért. Thank you.
Szeretem az ilyen egymás melletti dupla fákat. Gyorsabban jön minden. Mi? Ne már! Jó, ennyi, akkor ennyit tudtam vinni. Ja, megtaláltam a legjobb fegyvert a játékban, ez meg a láncsa. Jól vagyok, ma így elég sok fele jártunk, vásárolgattunk. Gyereknek nem sokára lesz a szülinapja, jönnek rokonok, meg holnap jönnek vendégek, ez nem a szülinapi még, ez csak így külön. És hát nem, mert az is egy ilyen szülinapot ünneplünk meg utólag, meg még egyéb dolgokat kellett venni, úgyhogy jaj, ma ilyen vásárlós, takarítós napom volt. Holnap meg vendégek lesznek. Utána meg kezdődik a hét. Akkor a hetet azt lenyomom. Pénteken lesz közönségtali, úgyhogy ha aki tud, az jöjjön el. Margit szigeten leszünk pénteken 5 órától a Nagyszökőkútnál van gyülekező, kb. 6-ig. Utána majd így opcionálisan elnézhetünk valahova, de a szigeten belül. Rossz idő esetén meg Barcraft 2-t beszéltünk. Szombaton legény búcsúra megyek, megint. Vasárnap meg szerintem megdöglök, tehát hogy ez a terv. Úgyhogy most igen, ez a hónap nagyon hektikus így, tartalomgyártás ügyileg sajnos. Úgyhogy nézzétek el nekem. Aztán majd júniustól megpróbálok visszarázódni a kicsit a régi kerékvágásba. De még lesz valami, de arról majd szólok. Szerintem júniusban. Úgyhogy ez most ilyen. Megjön a Jurassic World, haha! Estelenik. Este van kip kinyugalomban. Megépítettem ezt az ortát, hogy a questem meglegyen, de egyébként annyira nem használom még. Nézzük, van-e kajci. Van. Ó, ez sok volt. Meg kéne várni, amíg berohad itt pár dolog. Ég a tűz, nagyon jó. Kívül is ki kéne világítani kicsit ezt a kasztnét. Miért is mentem el? Ja, fájért ehhez. Ó, ezeket a kis bogyaszokat beteszem szerintem ide a ládámba. Nézzük csak, mi kell a Steel Pick. Aha. Steel Repair Hammer, Steel Hatchet. Ezt a Steel Picket meg kéne csinálni. Steel ba... Oh, 20 darab, anyád. Hogy van? Csak kéne valami lájtosabb rucika nekem így a szántáshoz.
Ez a set, ez mocsok nehéz egyébként. Ráférne egy javítás, azt nézem. De jó, tehát hogy így van 78 armorom, egyébként meg 300 plusz. Szóval nagyon-nagyon bedesz ez a set. Hát így egy ilyen kis dűne dervisre hasonlítok leginkább. Jó, vasat kell szereznem. Sokat. Átváltok acélra. Miért ütöm a semmit? Ezt valaki magyarázza már el. De igen, az a 300 armor, az Isten király. Annyira jó. Jó, csak a szél fúj, de akkor mindig körbenézek, hogy nem jön-e vihar. A vihart például nagyon király dobtam be a játékba. Annyira jól néz ki, meg annyira hangulatos. Jön egy ilyen hatalmas nagy homokfelleg. Akkor így egyre csak közelít, és így kezdesz így beszarni, és így menekülsz, próbálsz fedezéket keresni. Mennyibe is kerül ez a játék? Valaki írja már be chatre és nézze meg Steamen, please, mert most így nem akarok kialtabolni ezért. Olyankor befagy a játék, aztán nem olyan jó nézni. Na, jönnek a struccok. Hoppári. Kezd megvirradni. Ugi már, te nagyra nő kakadu. €40. Az 12.000 forint. Hát nézd! Jobban összerakott játékért fizettem már kevesebbet. Viszont ha azt nézzük, hogy árérték arányba belerakott időkon... Mondom, jobban összerakott játékért fizettem már kevesebbet. Itt van egy rebegő fű. Szóval árérték arányba, ha elkezdesz vele játszani, biztos megéri. Tehát, hogy az garantálom. Tehát, hogy így... Egy olyan... Tehát... Ha nem raksz bele minimum 20 órát, akkor meg se vedd. Tehát így eszedbe se jusson. És azért 12.000 forint 20 óra szórakozásért, az azért nem rossz. Bele ninjázok a... Jó, ez eddig tartott. Meg tudom javítani? Jó, annyira még meg tudom javítani, hogy ezt kiszedjük. És ott Ákia nyíl veszi a fejemből, jaj de idétlen. Tehát hogyha nem úgy tervezted, hogy ebből a játékkal kb. Ilyen 20-30 órát játszol alaphangon, akkor mondom, tényleg ne vedd meg. De Fox, ez biztos. Tehát árjáték arányban simán és gond nélkül megéri. A minősége az azért hagy maga után kívánni valót, amint látjátok. Tehát, hogy ezt most már nagyon sokszor kiveséztük az elmúlt néhány napban. Igen, kellene fa. Hol találok én itten a fátat? Elmegyek a többiért.
Igen. Az valami fantasztikus, ahogy a nyílvesztők kiállnak az emberből mindenféle testnyílásán. Vagy testrészén. Tényleg valami parádés szokott lenni. De mondom, tehát így... A pathfinding, az AI... Tehát ugye ezt így hogy, meg ezek a clipping hibák, tehát így átteleportálnak a falon, átesnek a világon az NPC-k. Hál' Istennek a karakterek még nem, tehát legalábbis én nem tapasztaltam, de hogy az NPC-k azok brutálisan viselkednek a Spodziher. Oké, Cornél, akkor azt majd elfogadom, és akkor ha online vagyok, akkor behívlak. El ne felejtsem. Na jó, akkor most gyorsan, mielőtt még én szenilis barom módjára elfelejtem. Nézzük csak. Egy invite. Cornél accept. Acceptáltalak, szóval majd be tudlak hívni legközelebb. Vagy ha jössz. Akkor csak írd be, és akkor... Jöhetsz. Ez ugyanúgy igaz másra is. Írjátok be ide a chatre a neveteket, vagy... Discordon is így meghirdettem. Lehet, hogy csinálok egy ilyen Conan szobát majd. Ha még jobban elfajulok ezzel a játékkal. Ha nem, akkor nem. De egyébként csináltok simán, hogyha ti így játszogattok velem. De ezt már inkább csak a Discord közönsége szavazza meg. Akkor van-e rá igény? Moziszerű legyen az élmény. Oh. Jó az animáció, hogy előveszi a kardot. Utás. Na, szerintem szedtem elég fát mindenhez. Itt arra várok, hogy itt berohadjanak a dolgok. Tényleg, hogy lehet berohasztani dolgokat? Az annyira érdekel, vagy csak el kell tenni az időnek, az viszont gáz. Na, ide kell rohadt sok fa. Meg ide is. És akkor úgy köszönjük, szépen jól vagyunk. Na mi itt a helyzet? Ó, 17! Már 17! Oj, nagyon király. Ez lassú lesz, nagyon. Márk, te is szólózásra adtad a fejed? Ugyanhogy rossz. Legalábbis eleinte biztosan. Aztán, hát nem tudom, lehet, hogy beindul később, de hogy... Nekem eleinte így nagyon-nagyon-nagyon nyögvenyelős. Jó, de mondjuk most már... A mostani tapasztalatommal lehet, hogy jobban menne. Azért hozzá kell tennem. Tehát, hogy így annyi a lényeg, hogy meg kell lépni nagyon hamar szinteket, és akkor így jó lesz. Minden. Rakd be a csontokat, meg ezt meg hova rakjuk, ezt ide rakjuk. Na jó, szerintem együnk egy kis rovart, aztán utána húzzunk el. Nagyon öbedesz ez a cucc. Csak viselni nem nagyon tudom. Ezenniból kéne nekem karesz, hogy jöjjön, csak az elefánt meg fogja enni. Többi játékról én nem mondanám most senkinek, hogy így el fog tudni csípni. Most a Conan az a legjobb tipp, ha valaki velem akar játszani. Egyébként így tényleg nem tudok mást így vállalni, meg garantálni. Bocsika. Kellene szörme, meg elefánt.
úgyhogy... Valami ki kéne erre találni, hogy ez megtörténjen. Mert még hüllőgúnya is, azt is szétkapjuk. Annyi bőr lesz a képünkön, hogy ihalja. Need more fur. Oh, az is kell. Viszont ez a fejes, ez nagyon menő. Hoppá! Nudity. Iron bar is kell ennek a nyomorúiknak. Az a baj, nem a custom fület választottam. És lehet, hogy itt csesztem el valamit, de mindegy, most már itt toljuk. Na. Elefántusnak az bőre kell nekem. Jó. Ezt is megjavítjuk szerintem. Nem is szeretném. Ez egy jó cucc, meg akkor már ezt is. Need more wood. Ide raktam be fát? Nem raktam be fát. Need more iron bar. Elfogyott a vasa. Nem baj, itt készül a következő adag. Jó. Ezt a fát ott berakjuk égni. Na. Hát a lándzsa az tök jó, hogy nálam van. Ezt is meg kéne javítani, ha már így erre járunk, akkor tekerjünk egyet az eszközeinken is gyorsan, aztán megyünk éjszakra. Ó, jó, leszél vasat. Na, a bázis az azért ilyen fejlett, mert kb. Rászántam még 10 percet, hogy kihántsak némi nemű fémet, vagy követ, és akkor utána már így ezt körbeépítettem. Tehát így tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. A többi meg igazándiból nálam volt az alapanyag, szóval az a következő 10 perc volt, hogy csak így összeraktam őket. Úgyhogy ennyi történt, meg elmentem az elefánt bőrért. Az egy fél óra volt, az viszont igaz, az fél óra. Na. Csákány. Csákányt ide betesszük. Kis boltát is. Ennyi az útból, te! Még ránézem, hogy a szolgák azok mennyire készültek el. Jó, van bőr a képemen azért. 81, ennyire tudtam levinni. Ja, meg akkor már ezt is rakjuk be a kezem ügyébe. Hát ez nem lett jobb. Ez. Ó, ezt is meg lehetne javítani. Ó, köszönöm szépen, Sajuk! Jaj, 501! Jaj! Szegény Noi. Nem javította meg jobban? Hogy elfogyott a bőr. Lehet, elfogyott a bőr. Mi kell ennek a javításához?
Need more fur, akkor ezért baj. Elephant hide, jó, azon van. Jó. Na menjünk itt gyilkolászni dolgokat. Ja, rabszolgák. Egy ajtó nem ártana ide, vagy valami, mert olyan kis esetlenül néz ki. Jó, ez sokáig fog tartani még. Fegyverkészítő. Ide beállítom majd. Ez egész jól megy. Jó, akkor lesz egy rabszolga is tápolom nem olyan sokára. Jogi már. A kakadú. Ennyi. Level 2 fighter volt. Jó, hát itt most már hullahegyek rögtön, és még el se indultam. Mindegy, majd lesz mit zabálni közben. Itt közben legalább fogy. Szia, Jakab! Hát ennek úgy lejöttek a lábai. Nem baj, XP volt el. Én már kis őzike, kis gazellácska. Most már így... az elmúlt 4-5 napba beletoltam szerintem egy jó 15 órát a játékba. De lehet többet. Szóval kezdek így ráérezni az ízére. Ó, mennyi hal. Meg az a baj, hogy összefutottam pár World Boss-szal. Azokat egyedül nem tudom leverni. Ja, itt van a nemezisem, krokodil. A láncsát nem szeresse. Na, most már döglik ez is rendre. Fekete épületek? Hát nagyon jó kérdés. Valaki itt hagyta őket, és úgy itt vannak. Igazániból szerintem csak ilyen hangulati elem meg tájékozódási pontnak jók, de más gyakorlati hasznuk nem volt eddig. Na, azt hiszem most már itt vagyok a szavanna vidéken. Weeping Ruin. Ah. Jó, a vérző kiírás, az ne takarja már ki itt a képernyőmet, köszönöm. Ott a fáni. Na. Itt körbenézünk még itt, a romoknál. Meg, amit még nagyon sajnálok, hogy nem lehet állatot szelídíteni, tehát hogy itt van ez az elefánt,
De hogy miért nincs harci elefánt, az egy akkora kihagyott zicser szerintem. To live is to die. Jó, megaszonta. Vas, jó lenne, de elefántbőrért jöttem. Igyunk. Mert kezd melegem lenni szavannában. Jó, kicsit itt körbejárok, hogy nincs-e itt nagy macska, mert az elefánt mellé az sok lenne. Főleg úgy, hogy most nincs ilyen őrületes HP-regen. Szia, Fáni! Figyelj, megállítja az elefánt! Hoppa! Jaj! Ez fájthat volna jobban is, hogy nincsen bedesz páncélom. Kettőt üt. Aztán kicsit megyek a segge felé. Kettőt út védekezik, és csak akkor ütök többet, hogyha az elefánt valami specialt nyom. Akkor van időm. Szia, Fáni. De szépen ki van dolgozva az állat. Ez is olyan suta mozgásokkal lett megáldva. Tényleg annyi kellett volna, hogy egy kicsit intelligensebben csinálják az ellenfeleket, és akkor már tök jó. Higgyem el, hogy ez nem csak egy ide rakott kódsor, amit kb. Egy kezdő programozó csinált, vagy én. Wordben. Az a jó, hogyha valamit most megtámad, az biztos szétkapja az elefánt. És pajzsom is tök jól bírja. Szegény elefántnak felnyomom a kardot a nemesebbik felébe. Hoppa, hátra, hátra, hátra! Jó, fújjuk ki magunkat. Jó. LOL! Az elefánt shelternek minősül. Bármint nem hülyeség. Ekkor állat azért sokat bír, még egy homokviat is. Megadta magát. Jó, és most látom csak, hogy 4 agyara van neki. Igen, physics. Tehát csöcs fizika nincs. Ellenben az állatok meg minden úgy ugrál jobbra-balra, hogy öröm nézni. Jó, akkor ebből még fogok tudni hozni. Van a következő áldozatom. Igazából ide is kéne egy bázis. Mert ez itt tök jó környék. Ja, egyébként itt van egy kis oroszlán király utalás, tehát itt ez a szirt, ami tele van egyébként nagy macskákkal, ez egy az egyben oroszlán király.
Hopp, cica. Oh, meg akart ütni. Ne izguljatok, nem az én vérem. Na, eszem a jó kis zapkását. Oké, okay. Hát az elefánt állományra most jár, rájár a rúd. Na, mi ez? Így lefújsz vízzel. Oh, megállítjuk az elefántot. Pajzsal. Ó, oh, felök lehet, nézd már! Na, megyek és kasztrálom. Oh. Jó, de vagánykodjunk ennél. Hoppá! Igen! A hitbox detection-nel is vannak problémák. Na, ne lögdös. Dumbo! Hát ezt nem hiszem el. Kortyot. Kezd lemenni a nap. Jön egy jobb fegyver, de az a baj, ezt én csak pajzsal merem ölni. Most itt vagánykodnék egy kétkezes bárdal, szerintem tuti itt maradnék. A hasát! Segít, ez az. Elefánt, püspök falat pörköd. Jó, hát ezt a játékot nem állatvédőknek találták ki. Oh, szegény Dumbo. Hopp, Dumbo elszállt. Jó, szerintem... arra jöttünk. Próbáljunk meg hazamenni. Mi a? Ja, jó. Csak felböfögött az egyik nagy macska. Valamit. Mennyi helyünk van? 93. Ebből még én hozhatok valami lootot is szerintem, haza. Ó, tánci-tánci ember. Ja, hát te ki vagy? Fighter! Most töltem meg két elefántot, mi vagy te nekem már? Semmi. Ó, szintlépés. Na, az meg a táncol, jó van. No. Toljuk azt a szintet. Ó, és itt egy láda. De mi van? Ó, husika. Jó, azt jó. Jaj, de miért a nyerset zabálom meg?
Ó, meg találtam egy barlangot brimstone-nal, az nagyon zsír dolog ám. Szerintem visszük azt az öt fémet, feltéve, hogy elbírjuk. Elbírjuk, jó, meg akkor az aloe verát is mozdítsuk meg. Itt körbenézek, hát ha találok egy alkimistát, aki nem süllyed el szégyenében. Blokkolnám, blokkolnám. Tojás. Na, a mérlegünk 25 elefánt bőr. Elefántbőr és 46 tick hide, amiből lesz még nagyon sok mint. Jó, mert csak bundát kéne szereznem, és akkor szerintem jók is lennénk. Blacksmith, ó, de lehet, hogy kellene nekem. Ráadásul level 2-es vagy. Eldobtam a botomat. Aj, ezt annyira utálom. Eldobtam a rabszolgóverő botomat. Jó, ide dobtam. De lehet, hol? Nem, hát valahol ide dobtam. Voltál bűvészgálva este? Nem. Voltak jó trükkök, gondolom. Járkál a körbe, mint egy mérgezettegér, és nem találom meg azt a fányat. Akár egy csodát. Pedig nem voltam ócsó lekraftolni. Dobta ez a szerencse csomag. Beszélhetnénk ezt meg? Olyan, mint hogy belehajtottam volna. Erre elhajtottam. Még a falba. Fogja törni a fantasztikus pajzsomat. Ó, mi volt ez? Na jó, most ütöm meg kovácsot. Hát fém legalább volt nála. Hát akkor a rabszolga projektről letettünk. Leg most így fel kell annak, nem látom meg valahol. Dobta. Na mindegy, hazamegyek, úgy csinálok jobbat. Én csak mennyivel vagyok? 95. Hát akkor itt még kilutoljuk ezt a helyet, aztán szóljon.
Jó, táncos. Jó vagy, ember? Azért ér, hogy meghalljon. Milyen költői. Milyen halott. De végül is jót, azt tettem vele, amit kért. De a hangulata a játéknak az tényleg le a kalappal, meg nagyon szépek a tájak, meg a zenék is nagyon szépek. Hová pöröksz, kisanyám? Téged is vinnélek ám magammal, de hát sajna nem. Jó, kezdek szomjúhozni. Teljesen ki vagyok már melegedve. Ez, eleszem a kajátokat. Nem, nekem úgy tűnik, hogy ezt a balansz dolgot nem igazán gondolták át. Úúú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 
Nagy hús, tojás, jó. Itt körbenézek, ha nincsen valahol egy láda. Ó, az ott kicsoda, micsoda. Van egy ilyen obeliszk. Ő, de ott így elég marconának tűnik az az emberke. Ó, ezek ilyen kígyós emberek, úgy tűnik. Az a baj, hogy ezzel már overcumbered leszek, igen. Úgy gondolom, igen. Ez az jó! Szétzabáltam az agyam, és így megkönnyebbültem. Jó, akkor menjünk haza. Ez egy jó hely, ide visszajövök, miért most? De nem akarhatsz velem kezdeni. Aj, de nyilazol. Aha, jó, értem, onnan fúj a szél. Ranged karakter. Conanben ilyen varázslás az nem nagyon volt, vagy csak ilyen nagyon-nagyon badass karakterek tudtak így elenyészően varázsolgatni, ugye? Csak már, hogy a varázslat az így kompletten hiányzik innét. Itt kell majd felmennem. Na hát, szereztünk elefánti bundát, meg fémet. Ugye megölök egy krokodilt, meg búcsúzó. Találtam ilyen vicces barlangokat. Amik tele vannak pókokkal, meg ilyen kis nyomi démonokkal. Oda föl kéne mászni, mert arra van egy achievement, azt hiszem, csak hogy. Obtain the head of a boss creature. Persze, persze, mert azt én úgy meg fogom csinálni szerintem. Ilyen ez a játék, csak nem forog hozzá.
Javult a játék, igen, de még mindig sok benne a bug. Amiknek nem kéne lennie. Ó, apropó, szintet léptem. Vitalitás, több HP az mindig jó, vagy agilitás. Vagy ez, igen. Ez jó cucc. Sebezünk többet mindenképp. A HP-val most köszönöm szépen, jól vagyok. Viszont többet bírni az mindig jó. És akkor ezzel ki is maxoltuk most a pontokat. És most van nekem a feats-re 14, azaz 14-es darab pontom. Ezért kéne valami nagyon-nagyon durva fegyót kész. 31-es szintes, én 32-es vagyok. Viszont megnyílt az új pajzs! Steel Heater Shield. Lehet kell. Mi volt ez már megint, úristen? Mik ezek a hangok? Rászt hozza rám. Jó, aki utána fut, az megdöglik a szolgáim keze által. Gyerekek, betolakodók. Mondom, ez most komoly? Jöttek egymás szétverik előbb? De még a táncosom is neki állt, figyeljtek. Vagy ókák. Valami lefogyott egy picit. Na, szóval azért jöttem, hogy... ezt ide Béla tesszük. Elefánt bundázmányt. Ja, de még ezt is, ha már itt találtunk ilyen tök jó háncsokat. Nem olyan sokat, de azért valamennyi arra jó lesz. Jaj, ezt nem. Azt a kevéske fémet szerintem felhasználom javításra. Lehet, hogy kéne egy jobb kard. Megnézzük. Na, itt viszont lett 54 ilyen szutyok, úgyhogy akkor ezt az 54 szutykot megfelezzük. Fele jöhet ide. A másik fele ide. Megfelezzük. És készül az acél! Az acél! 22 meg... jó. Na nézzük, mit fejleszthetnénk. Először is, oltár, priest, mitra, nem érdekel, longsword, ez mondjuk jó. Steel two-handed sword, ez 33-at sebez, ez meg 26-ot. A jelenlegi cucliaim ennyit nem sebeznek, az biztos, hanem ez sebez 22, tehát ez 4-jel jobbat sebez, ez meg 23, 10-zel jobbat sebez, az mondjuk jó! Mennyit sebez az 30-en? Nézzük, hogy mi van itt még előttünk. Nagyon szép trófeák.
Ó, mézet is tudnánk termeszteni. Az mondjuk nem rossz. Szép lépcső, polc. Dobó. Dobó balta. Valami nyílvessző. Robbanó anyagok. Cél. Weapons is functional. Jó, hát ez csak 45. szintnél jön. Tehát attól kilométerek vagy. Ó, csak itt tudok ilyen jó trófeákat csinálni. Ó, exotikus. Ó, és itt a nagy zöld sárkány tettem. Ez 47. szint. Mamut, az is nagyon jól néz ki, ez mi? Mi ez? Acheronian Shield. A szép. Star Metal Shield. Az se rossz. Ó, itt lehet finomságokat sütni, viszont... Ó, viszont ez kéne ez. Előfeltétel. Két pont. Jaj, ne már. Ez nekem megéri. Exotic Feast. Jók ezek a húsok valamire? Vagy csak úgy... Á, de eszem a nyers húst, parasztba toljuk. Hol lesz az? Na, ez például Armor Plating, Armor Reduction Kit. A kit used to identify and remove superfluous weight from armor. Kapted a kormányzat. Tehát ezekkel így fel tudom tuningolni a cuccokat. Könnyebb és több páncél nekem legyen rajta. Ez mondjuk nekem így ütjék megérheti. Árát. Display rack. Pénz. Javelin. Oh, hát ez már nem fog kelleni. Jó, hát szerintem akkor... Három sebzés, Jézus ereje és teste. Steel Spear, ez meg 29. Mi legyen? A rabszolgákat betörni ugyanolyan sokáig tart. Viszont annyival lehet segíteni majd idővel a dolgom. Jó, ezt itt már mindjárt betörjük egyébként. Hogy egyszerre több rabszolgával csapatod. Tehát több keréken többet törsz be egységnyi idő alatt, és akkor az úgy már megérősebb. Akkor így lehet jobban csinálni a dolgot. Jó. Gyorsabban több embert. Egységnyi idő alatt több embert. Így a pontos. Agyar. Hol tartom az agyarakat? Ide rakd be te. Szerencse csomag. De egyébként lassú, igen, sokáig tart. Főleg, hogyha nagyobb szintű embert dolgozol meg. Tehát így órákig is tarthat. Tehát a kb. Mint egy dinót így betémelni a árkba kb. Sajnos. Ez a szakhelyzet. Hol tárolom én itt a... Jaj, de itt voltak nála cuccok, emberke. Meg kéne menni fáért, az üveget az betesszük, az óriás féreg maradhat a többi kaja. Ó, 22 steel bar. Hmm.
Ennek még adunk kaját, mert ez sokáig lesz még itt. Meg elkészült a fém. Hogy ennél az acél. Na. Akkor szerintem ide lehet dönteni, hogy mi legyen. Ó, ez még érdekes. An assortment of upgrades to make tools more efficient. Az nem érdekel. Blunted fighting that can be applied to weapons to increase concussive damage. Anything that can be used to make weapons and armor more durable. Az a durability-t növeli. Kit that can be used to reduce the weight of a weapon. Hát rágatok valamit, amivel a súlya kevesebb lesz. Na most ezt fizikailag magyarázza el nekem valami. Egy valaki. Igen, lennének itt még más jó cuccok is. Az igazság. Master Mason. 7 pontért, és ezért mi kell? Ez is jól nézne ki, de ezt lecraftolni esélytelen. Master Mason legyek. Na jó. Csináljunk egy badass pajzsot. Mert azzal sokra vitjük. És most 4-gyel nagyobb sebzés a karddal, egyelőre nem érzem szükségét. Úgyhogy egyelőre akkor megcsináljuk a pajzsunkat. Remélem itt. Nem, nem itt. Akkor itt. Hol csináljuk meg a pajzsunkat? Álljon meg a... Itt van. Jó, mi kell hozzá? Steel bar és fa. Ó, jól van, jól van. Ez nagyon-nagyon könnyen megvesz. Steel bar és fa. Jó, csak hogy még egy dologba beleköthessek, tehát hogy ez is olyan nyomorult ez az inventory management rész így a craftolásnál. Tehát miért nem lehet jobban szortírozni? Pajzsokat akarok. Kesztyüket akarok. Akármit akarok. Tehát hogy ez így szar, úgy ahogy van. Lehet, hogy csinálok valamit így acélból, akkor azért kapok valami jó kis XP-t. Először csinálom. Na nézzük. Ja, jött XP. Na, ennek van 2400 durability-e. Ennek 3600, viszont nehezebb, sokkal nehezebb. Jó, de hát alap, hogy ezt hordjuk mostantól. Ezt meg odaadjuk majd valamelyiknek. Fighter 1. Fighter 2. Ó, már neked is ilyen jó kardod van. Oké. Szereljük fel az embereket. Többit meg elrakjuk későbbre. Jó lesz ez még valakinek. Jó van, te táncizzál itten. Szép vagy. Most úgy beindultam, úgyhogy kéne még akkor mégiscsak valami badass cucc. Valami ilyen marhatagló. Igen, ez a longsword is jó lenne. Csak az a baj, hogy tehát itt van nálam ez a cutlass, ez 22-t sebez, ez meg csak 4-gyel sebez többet, és az most így... Ne. Nem, az nem adja. 30. Itt van egy spear. Pike. Iron two-handed sword. Steel two-handed sword. Javelin. Throwing axe.
Dilemma. Kipróbáljuk a két... Jó az a kétkezes kard. Egy jó, lesz majd jobb is, mi? Mennyit sebez ez? Steel Metal Sword. Jó, de mondjuk ez csak egykezes. Lúzer. 41-et. Mondjuk eléggé durva. 47-et. Ah. Jó. Megcsináljuk ezt. Longsword. És mikor lesz a következő jó? 38. 28. Falkata. 35. 35. Mace. Hát nézzétek, szerintem az tök pozitív, hogyha hamarabb szedem szét az embereket. Szóval... ja. Longsword. 20 darab, ez steel bar. Jó. Azt is megoldjuk itten. Még valami jó kis armor kéne rám. Azt is megnézzük. Na, most jelenleg ez a szettem van, tehát az a Hyborian Slaver, akármicsoda. Meg ez. De itt. Mitől lett ilyen kevés az armorom? Ez mi? Ez micsoda, hogy így lemegy az armorom? Ezt valaki magyarázza el nekem. Kevés lenne az agility. Nem már. Így is van 20 armorom a semmire. Ah, ez nagyon belesz. Ezt majd az új katonámnak adom. Addig ez itt eláll. Menükard. Aha. Na. Igen, el kéne menni fáért, az biztos. Oké, Xintor, köszi. Jó, van egy kis Leia hercegnő beütés valóban. Bár ezzel a maszkal azért szerintem menőbb. Köcsög. Nem, mit is akartam magamra? Nézzük csak megint. Feats. Az armoroknál volt ez az. Jelenleg van rajtam egy ilyen 113-ért. Meg 81-es nadrág.
Helyes sem is elég durva. ...86-os fejes. A kesztyű az 43, a cipős 43. Milyen kesztyű van rajtam? CGR Raider, és ez 14. Ó, oh, megvan, akkor új kesztyű kell. Na nézzük. Annyi kéne nekem, hogy... Bonus Strength. Bonus Accuracy, Bonus Strength, Bonus Accuracy. Melyik mennyi armort ad, ezt még ki kéne találni. 14, jó, az nem játszik. Ez 43, ez a Hirkanian. 14. 5. Hát ez nagyon lájtos. Jó, maradunk a Hirkaniannál. Az kell nekem. Azt mondja, Hirkanian, 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 itt van Hirkanian. 2 gauntlet, heavy gauntlet lining. És ezt is, miért? Miért kell ezt eljátszani minden egyes alkalommal, hogy még így az alap hozzávalót is így újra kikerestetni és lecraftoltatni és tényleg, mintha ilyen szadista módon szopatni akarná a játék folyamatosan a játékos. Szóval ez mi? Jó, kettőt megtekerjük, addig ezt meg ide, vagy valahol berakjuk. Jól van, ödöm. Ott brékelj addig egy jót. Jó. Lehet, hogy ez a bajom, hogy pasikám az... De nem. Nem a hasikával van a baj. Na nézzük a rabszolgát. Jaj, meg kell nekem egy új rabszolga fenyítő. El ne felejtődjék. Mi kell hozzá? Iron, leather és branch. Jó. Iron. Nem jött össze. Iron. Hol a leather? Jó, közben ezt csináljuk meg. És branch, az pedig valahol itt volt. Talán ebbe van igen sok. Iron, leather, branch. Csak nem jön a homokvihar. Nem, csak nagyon fúj a szél. Na de! Van itt nekem egy jó emberem. Ez az! Te kell lesz nekem. Fel kell gyorsítani a dolgot. Ez az! Na! Most már itt sokkal jobb lesz, hogy valaki nézi is, hogy tapossa azt a taposómalmot. Körbe-körbe. Hát remélem, hogy ez azért felgyorsítja valamennyire a dolgot. Mert még nézzétek meg, tehát hogy a stream eleje óta nagyon keveset haladtunk. Ah, itt van a népnevelő eszköz. Itt a vadonatúj kesztyűm. Oh yeah, na nézzük, hogy hogy áll. Az igen, és 93-ra ment az armor föl. Mondjuk ez szexibb. Thank you.
Jó, elmegyek. Ja, de álljon meg a menet, hát így... Steel pick, 20 steel bar és leather. Jó, akkor erre kell még nekünk steel bar 20. What? Hardened steel bar. Ó, hogy nekem ilyen dolgaim is vannak már. Jó, a faipari munkástól kölcsön kérünk egy némi fát, hogy menjen itt a munka. Jó. El kell menni fáért meg kőért. Jó. Akkor ez lesz. Meg ide betöltjük. Felügyelik a munkálatokat. Fáért meg fémért. Meg valami innivalóért. Oh! Menő. Nagyon menő. Jó, az ilyen 4-esével, 5-ösével szedi a cuccot. Majd azt nézem meg, hogy az új cucc az mennyivel. A kutya a fémet. Valaki itt lövöldözik, ahogy hallom. Tüh! Jó a cucc! Nem már egy jófajta homokvihar. Valaki erotikusan nyög a háttérben. Hozhatnék egy új szolgát is. Ó, jól van, van rohadás. Itt. Készül a cucc. Ennyi. That was the fame. Hozok tűzifát.
Többet nem is vihetek. Meg kell menni megint vizet tankolni. Még felhajthatnék valami jófajta szolgát. Itt a komposzt. The komposzt. Ebből is ilyen nagy tételbe kell tolni. Mi a helyzet? Hét, jó. Kell azért majd még fém. Ja, van egy ilyen nagyon cuki kis lakosztályom. Lemegyek vízért. Print. Ó, tudom már mi lesz. Megpróbálok lemenni egy dungeonbe. Már napok óta elkezdett jobban fájni a bal kezem. Nem tudom miért. Mondjuk az valamiért mindig is érzékenyebb volt, de most így az elmúlt napokban így nagyon durván elkezdett sajnos. Az óriás kroki, aki egy world boss. Ott az óriás kroki. Csak az a baj, hogy azt kb. Öten ölték így 5 percig. Láttam róla a videót. Nekem esélytelen. Hoppá! Hogy oda kéne menni, hogy most nyílegyenesen követjük a folyót. Kis teknős izék. Én már... Krokodil farm. Na, ki nyer ma? Segítek! Ó, itt ennyi krokodil volt! Olala! Cseréljük ki ezt. Kár volt hoznom ezeket az eszközöket. Kis krokodil, nézd már, ott a kis kroki. Megölöm. Szaporulatnak elejét kell venni. Ah!
Ez az. Ó, de viszont a hangját a kis krokodilnak tök jó berakták. Most így, lehet, hogy ti nem hallottátok, mert annyira nem volt hangos. De hogy... így hallottam ezt a kis kaffogását, és ez tényleg olyan. Tök jó. Jó, itt mindenkinek, akinek mennie kell. De nem akarsz belém, hogy tudod, hogy ezt nagyon jó. Ne röhögtesd ki magad. Push it armor. Jó, hát ezt le kellett szúrni, mert már kezdett idegesítő lenni. Na, még egy krokod. Húvárkodás. Én már halok. Fighter. Ő volt a fighter. Cool curse end. Oh, ha nem nyomnád a pofába a feliratot, akkor talán látnám is, hogy mi történik. Sokan vannak. Sok nyilas misi. Védekez. Adja kevesebb. Azért úgy hatal rám rohantak most kb.
Nem, nagyon idióták az NPC-k, úgyhogy való igaz, hogy ez a harcrendszer így furi. De egyébként nem rossz. Tehát, hogyha már így megszoktad meg... Van egy normálisabb karid, akkor egész jó. Csak mondjuk a hit detection az tényleg botrány. Ó, Tikled Steel Bar, wow! Na, ez így fat loot. Az árcserek. Lelkesen nyilazik, hé! Na jó, még kettő hulla. Te ki vagy? Performer. Vinnélek magammal, de... Messze van. Te meg így jössz, és meg fogsz halni. Pay to have empire. Találtam valami receptet. Itt az alkimista. Mind nem kéne, de hát nem. Ez nem süllyed el. Egy béke porairok. Ó, ez azért egy durva tábor, de szerintem bejárt... Nem, most fölment 200-ra az ármorom valamiért. Ron se érti ezt a játékot, de tényleg, tehát ilyen hibák vannak. Olaj. Vigyük, ne vigyük. Hát kettőt foglal, vagy 1%, az még belefér. Itt egy kicsit több lett a fennakadás, mint számítottam rá, úgyhogy nem biztos, hogy itt végig fogok tudni menni.
Neked is további szép estét, Saruk, és nagyon szépen köszönöm a cheert. The Dregs. Ó! Oh. Hát ő fasz a csávó volt. Valami kőtábla, akihez beszélhetnénk, de... From untainted sources in the high places, and down through the mighty aqueducts that we built to sustain us. And the sewers carry away the waste from the city, washing it away in a torrent of pure, clean water. Slave, you have been chosen to maintain those sewers, to sweep away the debris and creatures which gather in a foul-smelling darkness. Water flows through our city, from untainted sources in the high places, and down through the mighty aqueducts that we built to sustain us. And the sewers carry away the waste from the city, washing it away in a torrent of pure, clean water. Slave, you have been chosen to maintain those sewers, to sweep away the debris and creatures which gather in the foul-smelling darkness. Be honored, bonded one, and be wary. Strange things grow in the gloom of those tunnels. You're dead. Erre fele a hulla. Pénz. Na, de ez a tábor egész szépen leamortizálta azért az új pajzsomat is. A kardomat már kevésbé, de a pajzsomnak azért így lement durability elég rendesen a felére. Jó, mondjuk blokkoltam nem keveset vele. De ja, ez a camping, ez így adta, volt itt minden. Valannak kéne szereznem egy áldozatot. Kinyitja nekem ezt az ajtót, mert valószínűleg lehetem menni. Jaja, ez fent lesz. Kb. Egy 4-5 nap késéssel. Ó, nézd már, itt is van valami rontás. El kéne menni valahogy. Hogy? Szerintem itt építkezni se lehet. Nagy oszlop. Felmászni, mert túl hamar lefáradok. Meg a másik oldalt.
Ja, azon a határon nem mehetek át, mert megdöglök. Oh, izomból. Nem, itt ebben a páncélban nem mászok fel szerintem. Nem, valószínűleg, hogy ott meg kell ölni valakit, csak akkor ide kéne hozza. Egész kis hangulatos így ez az esti fény. Kumbaya! Törni. Várm. Vonaglás. Az igen. Hát konkrétan ebbe ment az effort a fejlesztéskor, ami tök jó. Oké, no, és semmi gond. De miért nem lehetett megcsinálni a hit detection normálisabbra például? Ennek a helyére mondjuk. Na, rakjunk ide be kaját, vagy olyasmit. A hely véráldozatot követte. Durva környék. Oh. Civil. Yogg, what was that? Jó napot kívánok, gyere. Jó, itt a repop. Gyere. Jól megöllek, és hogyha ez nem nyitja ki, akkor... Jaj, még le is süllyed. Ne könnyíts meg.
szépen. Lehet, hogy ezen kell megölni. Jó, ezt még kipróbáljuk. Az is lehet, hogy nő kell. Hogy sorozza a pajzsomat. Ide gyere be. Jaj, de egy íjás nem fog jönni. Ja. Nem íjászt kérnék. Bárki, aki nem egy nyillal fog belém lőni. Itt a tánci-tánci. Tánci-tánci ember a nekem való. Hé, itt egy csaj volt előtte. Performer. Ő a performer. Gyere, tinci, tánci. Ide föl. Azaz. És bevált! Ez nagyon király volt. Na mi van itt lent? Nem kéne ide lemennem mindenféle kötszer nélkül szerintem. Ja, ez már egy insta gyerekek. Yeah.
Borasz, footverse. Mi az új recept? Glowing stick. Glowing goop és csontok. Ha tippelnem kéne, akkor majd itt találok ilyen cuccokat. Akkor azzal kell majd megvilágítanom, hogy tovább tudjak jutni. Ittam egy kis tüzes vizet. Elmehetek, most már tudok ilyet csinálni. Nem tudom, mire lesz jó. Hú, ez egy 19 perces fákja. Az még nem rossz. Csúnya hangok. Félek. Headache. Fejfájást kaptam. Valami hangot hallottam. Na jó, itt már tuti lesz valami. Itt már tuti lesz valami szarság. Nem akarok itt meghalni. Valaki kéne nyitni ezt az ajtót.
Ja, hát ez itt egy kisebb logikai feladvány lesz akkor. Kis hangok. De nem below beloved. Egy láda. Hát ebbe mi van? Nyílvesszők. Hóha. Gyanús nekem, hogy itt a játék azt akarja sugallni, nekem lövöldöznöm kéne. First I thought that I had come dead end, that my quest would... Jaja, valamit meg kell lőni. De mit? Itt van valami kapcsoló. Fenn a fala. De hol? Meg 99%-on vagyok, jaj, de rossz. Vicces volt, csak oda mentem és azt mondtam, hogy open. Come to me. Szívogat. Csatorna. Fini. Hát ezt kéne, de fel tudok mászni végül is.
cannot climb this. What? Jaj, ez csak dísz. Ja, gondolom a közepére kéne találni. Ja, Istenem! Már megvan a turpisság. Bone arrow. Századék, ugyan már ne bondozz. Húszol egy gyorsabbat lennénk. Lehet, hogy ide felkészültebben kell jönni. Csak az a baj, hogy valószínűleg ott az egész tábor visszapoppol. Bár ha felülről jövök, akkor lehet nem. Itt talán le tudnék jönni. Jobb setup-pal jövök most. Ja. Nincs nálam se gyógyító kaja. Le vagyok nehezülve. Jó,
biztos a kedvéért most itt hagyom a fölös cuccot. De még így is túl nehéz vagyok. Még mindig. Még. Mi van még rajtam, amit elmondok ehhez? Beesetek a vízbe. Muszáj leszek. Viszont jó a hely. Come, my love, come! Ez fasza, csak... Itt már messzebbre kell céloznom. Ne jön semmi ocsmányság, értem. Vízből. Nem tudom, mit csináltam, de ezt megcsináltam most. Kis halacskám, mússze! Hé, 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 you
pedig benyomódott. Trükkös. Jaj, most már így fölle mozog ez a szutyok. Nagyon sötét a víz. Mindegy kis cseles. Miért érzem, hogy itt valami nagyon gusztustalan dolog lesz a végén? Hopp, ott van valami. Na jó, csak a rendkedvére én most ezeket a cuccokat itt lerakom. Baj az undeadekkel, nem éreznek fájdalmat, én meg igen. It's destiny. Itt már undeadek vannak. Csoltuk, csak az a baj, hogy nem nagyon regenerálódik a HP, mert nem hoztam magammal kaját, mert idióta vagyok. Enni is kéne, mert éjjel fogok döbbeni. Ketten vannak. Éj, ki volt ott talál a villany? Na azért. És itt mi van? Await you. Ez
Tényleg, és hol? Na jó, én most visszamegyek, mert éhen döglöm. De az biztos, hogy ide-vissza kell jönni, mert ez nagyon király volt. Van itt nálam valami ehető? Nem, sajnos nincs. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a progresszt megjegyzi-e. Játék. Nagyon-nagyon éhes lenni. Jaj, ne! De még jók vagyunk. Ezek honnan jöttek elő? Ezeket megehettem volna pedig, de már nincs erőm harcolni. És ez meg már becsukódott. Az éhség ölt meg. Kezdjük. Ami a helyzet? Ah, szarúból, de büszkén vagyunk. Kaját kellett volna hozzak magammal. Sokat. Az a baj, hogy túl későn fordultam vissza, mert ha visszafordulok és azokat a gyíkokat legyakom, akkor az még jó lett volna szerintem.
6 éves vagy. Mit nézed itt ezt a streamet? Te! Nem kéne. Nem neked való ez. Nem csak viccből írták be. Szép nagy hely, hogy jövök innen le? Itt szépen lejöttünk. Na jó, lespünteljük a hiéna kutyát. Föntről kéne mindenképp közelíteni. Tekintve, hogy most nagyon nincs rajtam páncél, csak óvatosan. Ah, ezek a domborzati viszonyok. Talán, mintha itt fölfele lehetne kerülni. Ja, úgy gondolom. Shaman's Rise. Shaman hegye. Vagy a sámán magaslata. Ja igen, ezek a kis csicskák voltak, akiket így helyben hagytam már a múltkor. Hát most nem szállnék velük szembe egy mellbedobással. Igen, hozhattam volna tojásukat is. Hiszem el, hogy az éjség ölt meg. Na, itt most föl kell menni, így körbe, és akkor ott le. Ezt jó lesz. Persze, hogy tudja az asszony. Jót rögött rajta.
Kis hiéna, jaj de cukik! De akkor valószínűleg az anyjuk is közel van. És a hiénákkal az a gond, hogy nehéz őket lerázni. Ja, ott az egész csűrhe. Na, már itt is vannak. Vera. Kiköpi a tüdejét, szerencsétlen. Talán a magaslatról bejutok. Algar's Overlook. Jó, Scorpio! Minden lehet, hogy át tudnék, vagy fel tudnék oda mászni. Ja, ez több, mint valószínű. Pedig ne halljak meg. Ja, itt van a hullám valahol. Eredek dűnéken. Szembe a fatövébe leszek. Ez az. Megvan a holmim. És igen, ez a gagyiság, tehát hogy így konkrétan ott marad a testem, és így semmi nincs. De miért csinálja ezt a játék? Kicsivel több dolog van nálam, mint amennyit elbírok. Fákják annyira jók, pedig nem akarom eldobni őket. Na jó, még mindig éhes vagyok, ez a nagy problémám. De most már innen haza tudok jutni legalább.
Ha minden jól megy. Arra nem mehetek. Korpióból nem sok kajám lesz. Itt most csak annyit tehetek, hogy elsprintelek ide végig a fensíkon. Korpiókkal most nem akasztom össze a bajszomat. Amúgy is a fenének hiányoznak. Jó, nem úszom meg. Dögölj meg! Jaj, ne. Tudnék így megenni nagyon semmit. Itt valami szellemek voltak az előbb. Az általában azt szokta jelenni, hogy valami könyvecske van. Valami jó dolog. Mert így a bokróból megpróbálok rovarokat szedni. Jó, hát itt most sáskákat legelek konkrétan. Bocs, ha most nem válaszolok effektív a chatre, de így most eléggé benne voltam az akcióban, ha nem bánjátok. Táncos. Kiponám valami. Tábor.
Riverwatch Camp. Akarok én ezekkel szórakozni? Szerintem most nem. Bár ha nem vagytok sokan. Ő volt a táncos. Belőled húzsika lesz, az most húter. Nem, nem lesz húzsika. Kanibál meg nem leszek, köszönöm. És így hallani a háttérben, hogy ezek a kis csontok így zörögnek, mint a szélkeleplő. Na jó, szerintem megyek hazafele. Épp eleket szívtam, oda föl kéne valahogy jutni. Magaslatra. Jó, messze lakom egyébként innen, azt nézem. Ja, így itt fel és át. Ajaj, hiéna. Jó. Hiéna húsi. Jó lesz nyersen is. Erőre kell kapnom. Ez az éhezés nem tett túl jót. Egy hiéna fejet is levágtam. Azt nem vinném most magammal, ha nem gond. Pajzsomra majd ráfér viszont egy javítás. Ja, hogy a madarakat ölitek. Ó, az szabad. Engem hagyjatok békén. Ó, struc versus hiéna falka. Ki nyer? El lehet tippelni. Én a... Azért nem várom meg, hogy a nyertesek széttépjenek. Kis hiénák. Kis hiénákat nem bántunk. Etikus barbár vagyok. Föl kell valahogy caplatni a falon. Jaj, már megint ezek a kadú. Dögölj meg. Jaj. Tényleg rajtatok keresztül veszed az út. Betűnik. Nem, megyek kerülővel erre. Hát ezek meg mik?
Kis csibék. Jaj, de ciki. Na, még több hiéna van, viszont ott átmegyek és fölmegyek. Hoppá. Annak jónak kell lennie. Igen, és arról a magaslatról jöttem. Ó, ez rossz ötlet volt. Azt hittem megkapaszkodik a karakter. Ha már itt vagyok, hozok vizet. Ja, de fullos. Ez vízes és nekem gyanús, de azt hiszem itt van egy ilyen nagy kroki. Lehet, hogy ez másik vízes és nem van. Jó, itt csak fel kell másznom oldalra és otthon leszek. Állományt kell ritkítani már itt. Jó, hát folyamatosan én hiéna cafatkákat morzsolgatok. Szerintem itt a hátam mögött feljuthatok. Jó, jó az irány. Nagyon fajn még csak előveszem most már, ha van. Öten volt. Ó, ott rohadjon meg az egész falka. Messze vagyok még? Oda föl kéne menne a fenség. Nem úszom meg sehogy se, körbe kell menni. Ebb van. Nagyon el van barikádozva sajnos. Watch out! Stay back! Hagyjatok. Nyilazgattam.
Oh. Benne a jó célzásán. Jó, már mindjárt itt vagyok, már mindjárt itt vagyok. Jaj, a krokodilok, kedvenc krokodilok. Jaj, hát már annyira jó, már olyan rég voltam itt velük. Már hiányoztak. Jaj, már te is beagrózol. Onnan messziről ráadásul. Na, most még egy jó homokvihar hiányzik, és akkor kerek lesz ez a mai nap. Meg kitikkadtam. Na, ezt a kaja dolgot is rendezni kéne. De jó ideje lesz ennek. Jaj, de szép zene van így a hazatérésre. Tényleg van egy ilyen Indiana Jones meg 1001 éjszaka meséje, meséi feelingje az egész játéknak. Tökre jó. Na, mi újság itt? Jaj, itt nincsen senki. Úristen, és ez még mindig tekeri, és pedig ott dolgoznak is rajta már, vagy vele. Ez mi? Na mindegy. Jó, táncolj karcsi. 18 ilyen. Oké, Iron Bar, Steel Bar. Az volt a mondás, hogy... Nem, nem iron kellett nekünk, hanem steel, és még leather kell hozzá. Jó, leathert is szerzek. Mondom, leathert is szerzek. Legalább szórakoztatnak. Mi van itt még nálam, ami ilyen nagyon nehéz? Jó, azt a háncsot berakjuk oda. Lesz az ide. Akkor hiéna bőr, az nem érdekes. Pont, berakom ide az őr, a mozsárba. Hadd örlődjön. Magokat is. Aloe vera. Ja igen, thick leather. Aj, az... Az mondjuk egy nagyon jó találmány volt most. Találtunk a táborban. Azért is akartam ennyire visszamenni a cuccokért. Na meg ugye a páncélom se elhanyagolandó. Na nézzük. Erre kíváncsi leszek.
Ugye négyet-ötöt szedtem ki így ütésenként ezzel a régi balt, vagy a régi fejszén, vagy csákány, vagy mi ez már? Most megnézzük, hogy ezzel mit tudok. 6 5 A végén is 4-5 helyett 5-6. Hát ez olyan 20%-os boost. Ja, végül is az... az úgy rendben van, ja. Minden tier az plusz 20%. Egy ajtó kéne ide. 70! Nice! Iron Bar és utána megcsináljuk a többit. Nagyon zsír, nagyon zsír. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Éjfél van. Úgyhogy mindenki takarodjon aludni. Ma este folytatása következik 9 óra magasságában. Úgyhogy úgy készüljön mindenki. És akkor nem tudom még mit csinálunk, de azt a dungeont azt meg kéne csinálni, mert az úgy izgalmasan hangzik mindenképp. Hogy majd rákészülünk szépen, és most a hátsó bejáraton megyünk, és akkor nem kell végigverekedjem magamat a sok idiótán, és akkor talán jó lesz. Talán. Na jó éjszakát, sziasztok!